A város először szolgál helyszínéül a nívós eseménynek. Az ide sereglő diákoknak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium szolgál bázisaként. A gimnázium diákjai a nyitónapon verssel és zenés előadással kedveskedtek az ide érkezőknek. Az akadémia témája idén a regélő szülőföld lesz. Az ötnapos esemény sorozat során népmondákkal, néprajzzal foglalkozó szakemberek előadásaival, műhely foglalkozásaival színesítik a programokat, illetve magyar népmondák témakörének sokszínűségét járják körül a résztvevők. A 7-12. évfolyamos diákoknak a mondák, mesék, legendák témakörben végzett kutatási területről szóló kis előadással kell készülni, szülőhelyükről vagy a szűkebb környezetükben keletkezett vagy ismert babonákból. Az alkotásaikat, amiket teljesen maguk csinálhatnak meg, ami eszükbe jut erről az egész programról, akár az előadásokról, akár a kirándulásokról, azokat bemutathatják, akár mémeket készíthetnek, Facebook oldalt, különböző játékokat alkothatnak, papírból vághatnak, netes formában készíthetik el, tehát szabad a fantáziájuk, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Elindulunk a modern tanítási módszerekkel, és ez itt a tábor, ezek a táborban megjelennek. Gesztesi Enikő, a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke hozzátette, hogy a honismeret hagyományainak megtartása mellett kiemelt fontosságúvá vált a modernizáció szerepe is. A gyerekeknek szabadidejükben lesz lehetőségük helyi néptáncokkal, népdalokkal és Tolna vármegye szépségeinek felfedezésével örökre szóló élményeket gyűjteni. Egyrészt megnézzük Bonyhádot, három csoportban három különböző helyszínt fognak a gyerekek felkeresni, másrészt pedig szerdán Tolna megyétben egy kört, egy 150 kilométeres kört járunk be, Grábót, Szálka, Szekszárd, mert ugye azt a gyerekek nem ismerik, tehát átmegyünk a megyeszékhelyre. A program pénteken zárul. Remélhetőleg örökre szóló élményekkel. A Tolna vármegyei Egyed Antal Honismereti Körnek, illetve Egyesületnek a szervezése és az Országos Egyesületnek a szervezésében zajlik ez az akadémia. Mi házigazdái vagyunk városként ennek az eseménynek, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziummal közösen, és természetesen az önkormányzat minden támogatást megadott arra, hogy az ideérkezők, erre az akadémián résztvevők ezen az egy hét alatt itt a városunkban jól érzik magukat. Az idei szervezés helyi vállalkozók és Bonyhád város hathatós összefogásának köszönhetően valósulhatott meg.